Sziasztok, jó napot kívánok! Az M3 autóparon vagyunk, egy Citroen Saxo-t nézünk meg, ami légzsákos, 1997-es évjáratú fordulatszámmérős. Nagyon vad 1.1-es benzinmotor van benne, ami 55 lóerős, és 287 ezer futott az autónk. Ne ijedjünk meg, ettől tökéletesen használható állapotban van. Van ugye légzsák, ugye mutatjuk is a motorcsekket is, meg hát ugye a olajnyomás és a töltés is elalszik. A kéziféket pedig kiengedem, a szintén elalszik. Mert egy jó, kellemesen, könnyen induló autóról van szó. Excite tekintve ugye van ez a légzsákunk, van egy centrálzár az autóban, itt a vezérlője, és ezen kívül túl sokat nem tudok felsorolni. A szövetkárpitozása mondhatnánk, hogy tökéletes, de nem, hanem egy kit ki van ülve. Hátsó ülésre úgy tudunk beülni, hogy ugye ez egy háromajtós autó. Látjátok, ide Feri Peti már be is dobta magát. Sziasztok, fiúk! És ami fontos még, hogy velünk van koncertő, és éppen ezt a pillangó ablakot nyitja ki, látjátok. Tehát a hátsó utasnak itt ezt a pillangó ablakot lehet nyitogatni, amit meg is tettünk, tehát kipróbáltuk. Amúgy teljesen kultúrált a kis szerkezet, három ajtóval rendelkezik, ugye, és teljesen normális a karosszériája, átlagosnak mondanám. Csomagtartójában gázrugó szépen kinyitotta, benne van egy szőnyeggarnitúra pluszban, jó nagy hangszórókkal van ellátva, de az autóban nincsen rádió, a gazdája nagyon szerette használni azt, ami benne volt, és így a zsebében tartotta azt. Legyen valami más nektek, amit ti raktatok félre magatoknak. Az autónak a mociát még megmutatnám, főleg, hogyha kinyitottam volna az elejét. Megint nem nyitottam ki, újabban ez már a sokadik blamázsom, de nem baj, a próbakörre el fogunk menni, ott kifogom nyitni a motorháztetet, és azzal fogunk kezdeni, hogy meghallgatjuk ezt az 1.1-es benzinmotort. Amúgy a járgányunknak friss műszakia van, nemrég vizsgázolt, lehet használni, lehet vele közlekedni még két évig biztosan. És nagyon fontos még, hogy nem kifogástalan hibátlan autó, itt a tetén van egy laksérülés, nem tudom a felvételen mi látszik, vagy mi nem látszik, tehát ezzel számolnotok kell, hogy ez egy ilyen kicsit szépséghibás autó. Az árát tekintve pedig szerintem vonzó, várunk benneteket az M3 autóparkba, és gyertek el a próbakörre, és sziasztok, a viszontlátásra!